Az államfőválasztás és az európai parlamenti voksolás után kongatta meg a vészharakott Szlovákiában Bárdos Gyula csemadok elnöke. Akkor azt írta, idézem. Lehangoló a kép a felvidéki magyarságunk házatáján. Ha nem történik radikális változás, akkor a 2020-as parlamenti voksolást követően nem lesz a pozsonyi törvényhozásban képviselete a felvidéki magyarságnak. A 24. órában vagyunk, éppen ezért nem engedhetjük meg magunknak a széthúzást. Bárdos már júliusban azt szorgalmazta, hogy a felvidéki magyarságnak egységes, közös választási listát kell kialakítania, mert csak ez lehet a siker záloga a jövő februári parlamenti voksoláson. Úgy tűnik sokan hallgattak rá, hiszen december elejére létrejött a Magyar Közösségi Összefogás, amelynek lista vezetőjével Bárdos Gyulával beszélgetünk. Néhány hónappal ezelőtt írásban megkongatta a vészharangot. A kemény kritikát fogalmazott meg a felvidéki magyar közéletet illetően. Ébresztőt akart fújni a felvidéki magyaroknak? Igen, így is lehet fogalmazni, hogy fel kellene ébrednünk, hisz mindenki, akinek fontos, hogy a felvidéken mi itt megmaradhassunk magyarnak, és a gyerekeink, unokáink is a szülőföldünkön magyarul beszélhessenek és magyarok lehessenek, nem mindegy, hogy két olyan vereség után, illetve két olyan választási bukta után, hogy ilyen kifejezést használjak, hogy az államfőválasztáson, illetve azt követően az európai parlamenti választáson nem szerepelt jól a felvidéki magyarság, és első alkalommal nincs az európai parlamentben a felvidéknek közvetlenül képviselete, tehát nem jutott be egyetlen egy magyar képviselő sem felvidékről. És ez mutatja, hogy országos megméretetésnél félre kellene tenni minden olyan egyéni okot és olyan indokot, amely ellehetetleníti az összefogást. Ezért tartottam fontosnak ezt leírni, elmondani. A csemadokban, ahol több mint 50 ezer tagunk van, naponta előjön a kérdés, hogy össze kellene fogni, és ezért a pártoknak, a civil szervezeteknek és minden jó embernek tenni kellene valamit. Ezért volt a megfogalmazás, ezért voltak a kemény szavak. Valóban kemény szavakat használ, önpusztító politikai megosztottság, már-már testvérháborús helyzet, zsákutcába jutó magyar közösség. Elfogadhatatlan az, hogy családokon belül, falvakban, községekben, intézményekben, a politikai megosztottságnak olyan káros következményei vannak, amelyek rányomják bélyeüket a mindennapi életünkre, a család életünkre, a közösségi életünkre, az intézményeinknek az életére, és ez nem jó. Tehát, ha egy helyi megméretetésnél, egy önkormányzati választásnál a polgármesteri posztért vagy a helyi képviseleti ö, posztokért többen megméretetnek, meg, az nem gond, az nem probléma. De egy országos választásnál nem volna szabad külön indulni, hanem egyetlen egy olyan magyar közös listának kellene lenni, ahol mindenki megtalálja a helyét, és a választó is egy gyűjtő listán megtalálhatja a baloldaltól a jobboldalig a, a ö, liberálistól a, a polgári elvet vallóig, tehát tulajdonképpen ott legyenek a jelöltek, és azok külön a legilletékesebbek, a választók döntsék el, a felvidéki magyarok, szlovákia lakosai döntsék el, hogy ki tartanak méltónak arra, hogy képviselje őket az országos parlamentben. Miért lettek érdektelenek az emberek? Miért van jó ideje mérepülésben a felvidéki magyar politika? A megosztottság miatt? Teljesen egyértelműen, amíg nem volt megosztottság, addig az országos megmérettetéseken is Jól szerepelt a felvidéki magyarság, ugyanis ez a megosztottság elriasztja a választók egy jelentős részét. Sokan úgy szavaznak, hogy nem vesznek részt a választáson. Azt mondják, hogy amíg nem egyeznek meg a politikusok, amíg a politikai körökben nincs egyesség az országos választások során, akkor én úgy tiltakozom ez ellen, hogy nem megyek el. Miben más az új magyar közösségi összefogás, amelynek ön a lista vezetője? A korábbi választásokat, ha szemügyre vesszük, ha például az európai parlamenti választást nézzük, akkor két pártlista indult. Most az egyik lista továbbra is maradt pártlista a híd részéről, és a magyar közösségpártja úgy döntött, hogy ezen a választáson nem indul pártként, hanem saját jelöltjeit a magyar közösségi összefogás listán indítja el. Ez egy nagyon fontos döntés volt a Magyar Közösség pártjának részéről, és az is fontos volt, hogy ehhez még társult a Magyar Fórum is, és ehhez társult az az összefogás, amely elindított egy olyan mozgalmat, egy aláírás gyűjtést, amely lehetőséget akart adni, hogy mindenki ezen a platformon indulhasson. Tehát a fiatalok, az összefogást megszólított, megszólították az embereket az összefogással, meghirdették az összefogást, és ez a lista végül is a névváltoztatással átalakult egy olyan közösségi listává, ahol a Magyar Közösségpártja, a Magyar Fórum és az összefogás jelöltjei, de emellett a civil szféra jelöltjei, olyanok, akik egyetlen egy tömörülésben sincsenek, ott vállalták a megmérettetést, mert pontosan ők nem pártokban és mozgalmakban akarnak gondolkodni, hanem felvidéki magyarságon és közösségben. És ezért teljesen más ez a lista. Nem lesz könnyű, mert van egy másik lista is, de egyetlen egy magyar lista van, a magyar közösségi összefogásnak a listája. Itt magyar emberek indulnak, és olyanok, akiknek fontos, hogy a felvidéken a magyarság ne csak hogy megmaradjon, hanem fejlődhessen. Melyek a legfontosabb feladatok a magyar közösségi összefogás számára a következő hónapokban? Hát nagyon fontos az, hogy megismertessük mindenkivel, hogy ez a közös lista, ez nem egyetlen pártot vagy egyetlen mozgalmat, nem csoportérdeket, nem egyéni érdeket, nem, egyén nem közösségérdeket képvisel. És a legfontosabb az lesz, ismételtem, mint korábban is már előfordult, hogy a közönyt le kell győznünk. Tehát az, hogy ébredjen föl mindenki, és tartsa fontosnak azt, hogy február 29-én az országos választáson, parlamenti választáson vegyen részt, hogy végre a felvidéki magyarság többen vegyünk részt a választáson, mint a, 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 a velünk együtt élők, mert csak így lehet biztosítani azt, hogy olyan képviselete legyen a felvidéki magyarságnak, amely megkerülhetetlen, tehát nem arról van szó, hogy valakik bekerüljenek a törvényhozásba, hanem arról van szó, hogy a közösségi érdeket valaki ott megfogalmazza, és ezért törvényeket terjesszen be, és biztosítson olyan garanciákat, amely a felvidék számára, a mi régióink számára, velünk élők számára biztosítja azt, hogy az a különbség, amely van észak és dél között, ami hátrányunkra, ez megváltozzon. Ezért kell, hogy a magyarok ott legyenek a parlamentben, ezért kell a magyar közösségi összefogásnak sikeresen szerepelnie a megméretetésen, mert ez nem csak idézőjelben a jelöltekről szól, hanem ez a közösségünkről szól. És mit tehetnek azok az emberek, akik közösen szeretnének dolgozni önökkel a sikerért? Hogyan tehetik meg? Szükségük van-e például aktivistákra? Nagyon nagy szükség van mindenkire. Ez a lista, illetve ez az összefogás akkor lesz sikeres, ha a felvidéki magyarok a sajátjuknak tartják, és mindenki tevőlegesen hozzáadja azt, amit, amit tud. Tehát mindenki, mindenki a saját környezetében, a családjai, családjában, a, a, közösségében, a munkahelyén, ott, ahol él, mozgósítani kell, felvilágosítani az embereket, elmondani, miről van szó, és olyan, olyan választási mozgósítást kell elképzelnünk, amelyre nagyon régen nem volt példa. A rendszerváltást követően nagy volt a magyarok részvétel az országos megméretetésen, és ez a megosztottság után nagyon gyorsan csökkent. Itt most vissza lehetne állítani ezt, és én biztos vagyok benne, hogy vissza is sikerül állítani, mert új időszakot kezdhetünk, és biztos vagyok benne, hogy új időszak kezdődik a felvidéki magyarság politizálásában. Erre a felvidéki magyarságnak égető szüksége van, de Szlovákiának is szüksége van, és nyugodtan mondhatom, hogy Visegrádi országoknak is szükségük van. A magyarságnak szüksége van egy olyan képviseletre, amely a felvidéken a magyarokat akarja képviselni úgy, hogy a jó oldalon legyünk ismét, és olyan változások mellé tegyük le a garast, amelyek nélkül szetletlenek ahhoz, hogy mi itt a felvidéken jól érezzük magunkat, és otthon érezzük magunkat. Hát ez a legfontosabb, hogy valaki otthon érezze magát ott, ahol a szülőföldje van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Várdos Gyulával a csemadok elnökével beszélgettünk, aki a Magyar Közösségi Összefogás lista vezetője a felvidéken.